Mögöttünk látható az elmúlt hónapoknak a küzdelmének az eredménye. Hogyan sikerült megoldani? De tulajdonképpen a városba hazaköltözött Finnországból Szakacsi Szabolcs, és érkezett a két kislányával ide a református óviba, és itt a környéket elkezdte felmérni, hogy mire lenne szükségük az embereknek, és az óvoda vezetővel is beszélgetett, hogy ő mit lát, mire lenne szükség, és hát nyilván láttuk azt, hogy itt a templom és az óvoda közötti való átkelés az igazából egy nagyon-nagyon nagy veszélyforrás, tehát nagyon baleset veszélyes, hiszen különösen reggel, vagy az délutáni órákban a gyermekek nagyon sok számú átkelés történik, tehát a gyermekek nem csak az óvodában, nem csak az általános iskolában, hanem a szakképzőben is, ugye nagyon sok gyermekkel át az úton, és természetesen a szülők és a környéken lakó idős és nem csak idős emberek, és Szabolcs jött az ötlettel, hogy nagyon szívesen segítene abban, hogyha itt tudnánk egy gyalogátkelő helyet létesíteni, és akkor elkezdtük ennek a szervezését, és a tervezői munkálatok elkezdődtek, majd ugye az önkormányzattól kértük meg a tulajdonosi hozzájárulást, amit hála Istennek megadott az önkormányzat képviselő testülete, és hát köszönjük erről a helyről is, és aztán elindultak a tervezői munkák, végül egy elég hosszú folyamat következményeként, hát a november végén a cég elkezdhette a felújítást. A tervezői munkát, illetve a kivitelezési munkát teljes mértékben a Szakácsi Szabolcs finanszírozta, és a forgalomtechnikát pedig Váncsa Előd, az egyik ilyen kivitelező cégnek a vezetője ajánlotta fel, úgyhogy erről helyről nekik is köszönjük a támogatást. A tervezői, illetve a kivitelezői összeg, ez 5,5 millió forintot ölel fel, úgyhogy még nincs teljesen kész, mert szeretnénk, hogyha egyrészt jól látszana a gyalogátkelőhely, és ehhez még lesznek olyan forgalomtechnikai dolgok felfestve az útra, ami segítik ezt, illetve meglátjuk, hogy lehet-e forgalomlassító eszközöket elhelyezni az úttesten. Látható a törekvés eredményeit a református templom és a református óvoda között most már. Nyilván kellett ehhez a támogatás, az önkormányzat és a képviselő segítség is. Ez valóban így van nekünk, ez a környék, a szívügyünk. Annak idején 2006-tal kezdődő ciklusban Tóth László képviselő úrral például ennek az épületnek, tehát a templomnak, a református templomnak az üvegablakaihoz adtunk jelentős támogatást a képviselő keretünkből. Én Hella képviselő úrra Nagykanizsára költözése óta jó kapcsolatokat ápolok, és mindenben támogattam a magam részéről, és el kell, hogy mondjam, hogy a mögöttem lévő objektum is a Hella képviselő úrnak köszönhető tulajdonképpen, és ez a gyalogátkelő hely is. Az idea lehet, hogy nem tőle származik, és hát köszönjük annak, akitől származik, de a megvalósítás mindenképpen. Én szeretnék a magam részéről annyiban hozzájárulni ehhez a gyalogátkelő helyhez, ami a kisgyermekek biztonságát és a felnőttek biztonságát is biztosítja, hogy mindkét irányból szeretnénk fekvőrendőrt elhelyeztetni. Az ezzel kapcsolatos tervezési munkához én magam is hozzájárulok, a kivitelező pedig már úgy tudom, hogy meg is van, aki ezt megvalósítaná.